A civilek nem a problémát keresik, hanem a megoldást. Méltatta a civil szervezeteket Ferenc Vilmos, a szekszárdi civil kerekasztal elnöke, az állampolgári részvétel hetének megnyitóján Szekszárdon. A rendezvénysorozaton olyan civil szervezetek vesznek részt, amik komoly kulturális és közösségépítő munkát végeznek a városban. Ez azért fontos, hisz nagyon sokan kicsit visszahúzódva egyéb ilyen közösségi dolgoktól, de azt látjuk, hogy ezek a civil mozgalmak képesek arra, hogy megmozdítani mindannyian embereket, akik sokat tudnak tenni hazánkért, városunkért, közösségünkért, és szerintem ez a legfontosabb, hogy ezzel az összefogással ezt a mozgalmat még erősíteni tudjuk. A rendezvénysorozat legfontosabb célja, hogy a civil szervezeteket szélesebb körökben is megismerjék az emberek, segítsék őket az együttműködésben, valamint minél nagyobb nyilvánosságot kapjanak, mondta el Csillagné Szántó Porixéna, Szekszárd Humán Bizottságának elnöke. Ennek a néhány napnak a legfontosabb célja, hogy minél szélesebb nyilvánosságot teremtsen az állampolgári cselekvések lehetőségének, erejének és általában a civil részvételnek. Mi Szekszárdon nagyon hálásak vagyunk az itt működő civil szervezetek áldozatos munkájáért. Az állampolgári részvétel hetén Szekszárdon 20 civil szervezet képviseli magát a következő napokban. A rendezvénysorozaton 18 egyesület műsorát tekinthették meg az érdeklődők.